A közigazgatási reformról és az önkormányzati rendszerben bekövetkezett változásokról tartottak konferenciát csütörtökön Apdán a községházban. A rendezvényen elsőként Domokos László, az állami számvevőszék elnöke beszélt a szervezet munkájáról, és arról, hogy az általuk feltérképezett önkormányzatok adataiból kiderült, hogy nehéz anyagi helyzetben vannak ma a települések, ezért egy átlátható, tervezhető, eredményszemléletű számvitel bevezetésére lenne szükség. A legnagyobb adósság hányad az a megyéknél volt, ott a olyan 13-14 önkormányzat, mondhatjuk, hogy rövid távon is már nagyon nehéz helyzetben volt. Egy 6-7 önkormányzat volt, amelyik talán mondhatjuk azt, hogy nem középtávon, sőt volt egy vagy kettő, amelyik azt mondjuk, hogy mégsem az általános leromlott állapotban volt. Tehát ez volt a legsúlyosabb. A második kör az egyértelműen látszik, hogy a kisvárosi, ha úgynevezett 304 nem megyejogú városokat jelentő kör. Éppen az önkormányzati adósság spirál miatt jött létre egyfajta integráció azzal, hogy létrejöttek a kormányhivatalok, a megyei önkormányzatok szerepét pedig átvállalta az állam. Erről már dr. Zöld Nagy Viktória helyettes államtitkár beszélt. A kormányhivatalok 2011. január 1-én kezdték meg a működésüket, és ez egy nagyon, nagyon speciális szervezeti és eljárási formában működő szervezetrendszer, amelyre teljesen azonos és hasonló példák még más európai országban sem igazán találunk. Nemzetközi tapasztalatoknál alapvetően mi a francia prefektusi rendszerből próbáltunk kiindulni. A területi államigazgatási rendszer átalakításai a megyére is kifejtik hatásukat, így a munkaerőpiacon is lesznek előrelépések. A közfoglalkoztatás területén legalábbis mindenképp. Összességében Magyarország helyzetével kapcsolatban, Kisalfölddel kapcsolatban én bizakodó vagyok, és reménykedem, hogy ebben az esztendőben a munkanélküliek számát 9000 fő alá tudjuk legalábbis az ősz elejéig vinni. Bár megyénkben és a városunkban is vannak problémák, országos viszonylatban minden téren jól állunk. Az átcsoportosításoknak köszönhetően pedig remélhetőleg a jövőben még jobb adatokat tud produkálni térségünk.